Középpont. Más megvilágításba helyezzük a világ eseményeit. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Girószász Áront, miniszterelnöki megbízottat, az Axioma alapítóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! És a vonalban lesz hamarosan Súrjányi Fanni, a Matthias Corvinus kollégium kutatási vezetője is, de addig akkor kezdjük el a beszélgetést. Ugye a mai témánk az az abortusz kérdés, főleg az USA-ban politikai fogása a tömegek megnyerésére, vagy pedig egy belső meggyőződése az elnöknek. Nem régen nyilatkozott úgy, hogy küzdeni fog a születendő gyermekek életéért, illetve ugye a Planned Parenthoodnak a támogatását megszüntetni az elnök az ő tervei alapján. Kezdjük akkor talán ezzel, mert itt Magyarországon lehet, hogy nem mindenki van vele tisztában, hogy Planned Parenthood az milyen szervezet is, hogyha lehet, ez egy picit bemutatná. Hát tulajdonképpen a Planned Parenthooddal kapcsolatban az a legfontosabb, amit Magyarországról látni kell, hogy ez egy magánszervezet. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy állami egészségügyi szerv, aki egyébként elvégzi az abortuszt, hanem ez egy vállalkozás. Tehát Amerikában alapvetően az abortusznak az elvégzését az üzleti alapon, üzleti logika alapján végzik. Ez talán a legfélelmetesebb benne. Van egy nagyon jó film, a Unplanned, ami nagyon jól bemutatja azt, hogy Amerikában igazán probléma, hogy itt az abortuszoknak az elvégzését, az mint egy tulajdonképpen egy ilyen olyan biznisz alapon végzik, ahol nyilvánvalóan a számoknak a hozatala egy igazgatónak az rendkívül fontos. És a Trump az hát már 2016-ban bejelentette, hogy ennek mindenféleképpen neki szeretne menni. Azt látni kell, hogy az abortusz az ettől függetlenül nem most jelent meg az amerikai közéletben. Ez tulajdonképpen az 5 klasszikus nagy amerikai közéleti témában benne van. A Planned Parenthood az szintén nem egy új szervezet, nagyon régóta, hát legalább 30 éve működik, valójában jóval régebb óta, de 30 éve mondhatjuk azt, hogy tényleg mint egy komoly nagy vállalat, nemzetközi kiterjedtsége, tehát nem csak amerikaival. De Trump volt az első olyan bátor elnök, olyan republikánus elnök, aki ebbe régen óta nyíltan belemert szállni. De akkor ezt úgy képzeljük el, hogy ez egy magánkórház, amely főleg az abortuszokra specializálódott? Tulajdonképpen igen, nyilvánvalóan erről elég nehéz sajnos, hogyan fogalmazzak meg, finoman beszélni, mert abortuszra specializálódott, de nyilvánvalóan, mint egy cég, ezt próbálom hangsúlyozni, ő felméri azt, hogy milyen más, hogyan fogalmazzak, alternatív szolgáltatásokat tud ezzel kapcsolatban nyújtani. Hát a Planned Parenthood nem csak, hogy elvégzi az abortuszt, hanem tulajdonképpen üzletet csinál a meghalt magzatoknak a testrészeiből. Ennek a feldolgozása, leszállítása, ez hát pont általam említett filmben is egészen megrázó. És én generációmban van ez az egész híres, sokat kritizált South Park nevű sorozat is, amit ugye semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy egy ilyen nagyon konzervatív sorozat lenne, vagy egy olyan lelkülete lenne a sorozatnak. Semmiképpen nem, hogy keresztény lelkületű. De már a South Park majdnem 20 évvel ezelőtt csinálta arról részt egyébként, hogy mennyire megdöbbentő az, ahogy kiterjesztették a szolgáltatásaikat, és hogy hogyan megy a kereskedelem emberi testrészekkel. Világos. Köszöntöm itt a vonalban Súrjányi Fannit, azóta megszakadt sajnos a vonal, akkor most itt vagy velünk? Igen, itt vagyok. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, eddig arról beszélgettünk, hogy a Planned Parenthood pontosan micsoda is Amerikában. Te az elhangzottakhoz mit tudsz még hozzáfűzni? Valóban egyetértek Áronnal, hogy nem egy olyan szervezetről van szó, ami a nőknek az egészségét tenni az első helyre. Erről is készült ugye film az Unplanned 2019-ben, ahol a legfiatalabb abortusz lobbista és az egész klinikai hálózat vezetője hölgy végül is, amikor megtapasztalta, hogy miben is van benne és milyennek a realitása, akkor feje tetejére állt a világnézete és megtért ebből az álláspontjából. Ez is mutatja, hogy igazából sokkal mélyebb az a tevékenység, amit végeznek. Nem lehet ezek mögé, a hangzatos kifejezések mögé rejteni, hogy ők
teljesen steril módon a nők érdekét nézve az egészséget első helyre helyezve végzik a tevékenységüket, főleg úgy, hogy életpárti aktivisták azért próbálják pedzegetni, hogy ők valóban mindenféle egészségügyi szolgáltatást nyújtanak el, és mondjuk fölhívják őket, hogyha terhesként szeretnének bejelentkezni, akkor milyen lehetőségek vannak, és voltak ilyen felmérések egy-két éve, 97 klinikából 92 visszautasította a terhes gondozást, pedig ott van a szolgáltatásaik között, és azt mondták, hogy hát inkább konkurens klinikához menjenek, ők ultrahangot csak abortusz esetében végeznek. Igen, és ha már a filmeknél tartunk, ugye nemrég jött ki egy új film, aminek pedig az Unpregnant a címe, vígjáték műfajban készült. Erről mi a véleménye Kirozzá Száronnak? Hát önmagában kezdhetjük a címével a sorozatnak. Ugye a címe az, hogy Unpregnant. Tehát, hogyha ez egy fontos rögtön, amikor erről elkezdünk beszélni, akkor megvizsgálni, hogy tehát most ez a sorozat, ez arról szól-e, hogy van egy anyuka, aki teherbe esett, gyermeket vár, és ezt megpróbáljuk visszacsinálni. Erről szól alapvetően ez a sorozat. De rögtön látjuk, hogy ez lehetetlen. Tehát eznek nincsen értelme. És hát ugye ezt egy, de nyilvánvalóan nem erre az intellektuális síkra tereli ez a film az abortusznak a kérdését, hanem egy ilyen tipikus amerikai, hát az ilyen, mit tudom, mint a amerikai pite szintű hát komédiával próbálja feldolgozni ezt a kérdést, ami is nem titkolt céllal azzal, hogy megpróbálják ezt a témát, ezt könnyíteni. Ezt így nyilatkozott az HBO, amikor ezt a filmet bejelentették. Tehát ebbe azt kell látni önmagában az amerikai párbeszéddel kapcsolatban, mármint az abortuszról, hogy azért eddig a demokrata oldal, vagy mindenféleképpen az abortuszpárti oldal, azért azt kommunikálta, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nyilvánvalóan senki nem örül annak, hogyha abortuszon kell végigmennie, de hogy ez egy bizonyos élethelyzetek, tragikus élethelyzetek, ezt indokolják. Ez volt az ő narratívájuk. Most már, ha meglátjuk, oda jutottunk, hogy alapvetően már úgy próbálják ezt beállítani, hogy ez nem is egy nehéz kérdés. Ez csak egyszerűen egy teljesen normális élethelyzet, amivel egy tini szembesül az amerikai középiskolában. Egy olyan probléma, amit meg kell oldani. Tehát a film is erről szól, az a központi része, hogy ugye a terhes fiatal eljusson egy olyan helyre, ahol el tudják végezni rajta ezt a beavatkozást. És sőt, én tovább mennék abban, hogy azt mutatja be, hogy itt alapvetően az élethelyzete ennek a kislánynak, ez egyébként nem indokolná az abortuszt. Tehát az a klasszikus élethelyzet, hogy valamilyen nagyon hátrányos helyzetű, tehát mindig így ábrázolják, ugye, nagyon hátrányos helyzetű, vagy nem támogatja a barátja, férje, partnere, ez most már nem jelenik meg benne, sőt, szinte cáfolja a film. Tehát pont azt mondja ki, hogy teljesen független az élethelyzettől a nőnek az általuk felvázolt narratívában az ehhez való joga. Pedig az életpártiakkal szemben mindig gyakran érv az, hogy na és ha az erőszakból született, ha ebből abból fogant meg ugye a gyermek, akkor sem, és ez a film meg pont ezt mutatja be, hogy tök mindegy, hogy hogyan fogant meg, milyen körülmények között. Fanni, te mit gondolsz, mennyire nyilván nem véletlen az, hogy ez a film éppen most jött ki? Abszolút, az elnökválasztási kampánynak egy központi kérdése az abortusz, és ahogy Áron is említette, ez nem új keletű, tehát a Roe kontra Wade eset óta Amerikában ez szövetségi szinten újabb és újabb hullámokat vett, tehát igazából 73 óta szinte minden elnökválasztási kampánynak kisebb-nagyobb mértékben, de ott van a fókuszában. Egyfajta válaszfilm is igazából a tavaly kijött Unplanned-re, amit az előbb említettem, Abby Johnson életére. Sokan úgy látják, hogy az életpárti aktivizmusra ez most egy nagyon erőszakos abortuszpárti aktivista reakció. Illetve az sem véletlen, hogy Missouriban kezdődik a film, és onnan indul ki, hiszen több állam elkezdett szigorítani. És igazából ez sem most indult el, tehát az utóbbi években Trumpnak gyakorlatilag az egész kormányzati ciklusa alatt volt egy küzdelem, hogy némely államok tovább akartak enyhíteni, még a Roe kontra Wade-hez képest is, mint például New York, más államok viszont szigorítani az abortusz szabályozásukon, főleg amiatt, mert látszik, hogy ez szövetségi szintre fog jutni, és mind a két tábor azt várja, hogy az ő előnyére.
itt is a fiatal egy olyan államból indul ki, ahol egyébként mára egyetlen abortusz klinika maradt, amiatt, hogy ilyen erős konzervatív vezetés volt, és ez a klinika nem lát el szülői beleegyezés nélkül fiatalokat, tinédzsereket, ezért is kell elindulnia, de látszik, hogy ez egy országos ügy. Ugye, aki figyelemmel kíséri az amerikai elnök választásokat, szinte mindig mondhatnánk azt, hogy központi kérdés, az abortusz kérdés. Donald Trump elnök csütörtökön egy nyilvános levélben olyan mondatot fogalmazott meg, hogy a lövészárkokban fog harcolni a születendő gyermekekért és édesanyjukért. És ennek ugye az ellentéte pedig Joe Biden, akiről tudjuk, hogy radikális abortuszpárti. Girószász Áron kérdezem, miért ilyen központi kérdés az Amerikában ez? Ugye itt Magyarországon ezt azért is talán nehéz egy picit megértenünk, mert itt nálunk általában ez nem kampánytéma. Igen. Hát az, hogy ez pontosan miért kérdés, arra biztosan, hogy egy komoly disszertációt lehetne erről írni. Mindenféleképpen azzal szokták általában egyébként magyarázni, hogy Amerikában ez miért lett tényleg egy klasszikus témája a közéletnek, egyszerűen a keresztény gyökerei miatt a nemzetnek. Tehát azért a mai napig, hogyha megnézzük azt, Amerikában nincsen olyan elnök, aki nem mondaná azt el, és ez nagyon fontos, hogy God bless the United States of America. Ez egy alap, ezt minden filmben látjuk, mind a Bibliára esküszik fel egy elnök. Tehát azért az amerikai közéletet, még akkor is, hogyha ez sokszor pusztán formalitás, de áthatja a alapító atyáknak a hite. És én leginkább ezzel magyaráznám, hogy a mai napig ez egy ennyire meghatározott téma, és megint csak ide viszonyulva, mint emberi jogi kérdés. Tehát az amerikaiak felismerték azt, hogy ez a kérdés, ez emberi jogi. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez nem magánügy. Ennek van egy nagyon komoly közügyi vetülete, és hát ismerjük az amerikaiakat, ők, ha ők azt látják, hogy valami közügy, akkor ők egészen addig, ameddig abban, hát, hogy is fogalmazzak, nem jutnak valamilyen szinten dűlőre, addig nem állnak meg benne. És hát nyilvánvalóan azt látjuk, hogy ebben a kérdésben az elmúlt, hát legalábbis régen óta biztosan, hogy nem jutottak dűlőre. Fanni? Igazából a törvényalkotásban és a törvényhozásban is folyamatosan jelen volt ez a kérdés. Szerintem is amiatt, hogy Amerikában van egy nagyon erős képviseleti demokratikus hagyomány, tehát az emberek, hogyha valami, ahogy Áron is mondja, közügyként érinti őket, akkor azzal foglalkoznak, és nem csak az ebédlőasztalnál, hanem lehetőleg nyilvános fórumokon. És a legfelsőbb bíróság is onnantól fogva, hogy 73-ban meghozta a döntését, hogy szövetségi szinten legalizálja az abortuszt, és erre kötelezi az államokat, folyamatosan benne volt ebben a kérdésben, és mindmáig félnek attól az abortuszpártiak, hogy ez visszafordítható egy hasonló kérdésben való ellentétes döntés mentén. Úgyhogy ez folyamatosan felkavarja a közéletet, és látszik, hogy a mostani elnökválasztás olyan szempontból lehetne döntő, hogyha egy demokrata elnök jön, akkor az olyan jellegű szövetségi törvényt hozhatna, mert egyelőre csak elnöki rendeletek, illetve legfelsőbb bírósági döntések szabályozzák a kérdést. Viszont hogyha az elnök egy szövetségi törvénybe tudja iktatni együttműködésben a törvényhozással, akár az abortusz pártolását, annak a finanszírozását, akár ennek a visszafordítását, akkor az sokkal nehezebb lesz utána a következő kormányzatoknak visszafordítani. Én azzal egészteném ezt ki, hogy igazából ami tényleg komoly veszély a demokraták számára, és így a Biden számára is, hogy ugye a legfelsőbb bíróságban most először hosszú idő után életpárti a többség. Na most ugye, amit a Fanni is említett, hogy az elmúlt években nagyon sok államban, tehát állami szinten, tehát nem szövetségi szinten, csak ez a magyar hallgatóknak ez megtévesztő tud lenni ez a distinkció, állami szinten sok olyan szabályozás született, ami rendkívül életpárti és konzervatív. Na most ugye az amerikai, most nem belemenve nagyon cizelláltan az amerikai jogi rendszernek a működésében, de ami számukra igazán veszélyes, az az, hogyha pont ezeket a törvényeket, ezeket az állami szabályozásokat megtámadják bíróságon, állami szinten. És ezt követően tudna az amerikai legfelsőbb bíróság ezekhez hozzányúlni, felkarolni ezeket az ügyeket, és hát fogalmazunk úgy, hogy precedens teremteni belőlük. Éppen emiatt, hogyha látjuk, hiába születtek meg ezek a törvények,
alapvetően békén hagyják őket, tehát nem a természetes reakció született egyébként meg például a Planned Parenthoodnak az oldaláról, hogy akkor viszont, hogyha születik egy ilyen konzervatív szabályozás, akkor én rögtön megtámadom a bíróságon, mert félnek nagyon attól, félnek egyszerűen oda feljuttatni erre a Supreme Courtnak, a legfelsőbb bíróságnak a szintjére. Úgyhogy igazából ez időkérdése a Trumpnál. Most a Trump hiába jelentette azt be, hogy ő lövészárakba fog menni, valójában ő is csak várni tud, tehát arra, hogy tényleg alkotmányos szinten legyen változás. Egyébként pedig egyéb, amiket a Fanny is említett, tehát elnöki rendeletekkel, a többi, tud hagyományos abortuszt szabályozó, vagy az abortusznak a bármilyen érintettségi körébe eső közpolitikai kérdésekben mozogni. Ide itt mindenféleképpen meg lehet említeni, ugye ez a úgynevezett ezt a Mexico Policy-t, ami Mexico City Policy, ami egy régen óta jelenlévő rendelet Amerikában, aminek a lényege az, hogy olyan külföldi, ez olyan fontos, tehát külföldi NGO-k, civil szervezetek, amelyek amerikai szövetségi pénzt kapnak, támogatást, azoknak korlátozza a három dolgot. Korlátozza az abortusz propagálását, korlátozza ennek a más államokban az abortusz törvényeknek a reformjának a propagálását, illetve nyilvánvalóan magának az abortusznak az elvégzését. Tehát azok a szervezetek, amik kapnak állami pénzt, azok nem vehetnek részt ebben. Ezt ugye régen óta, ezt minden elnök, ezt vagy visszavonta, vagy újra beiktatta, módosított rajta, de mindegyik valahogy hozzányúlt ez a törvényhez. És Trump volt az, aki már 2016-ban ez hozzányúlt, és ez folyamatosan tulajdonképpen szigorítja. Igen, ugye felmerül a kérdés, hogy Trumpnál, ugye beszéltünk róla, hogy ez Amerikában központi kampánykérdés, hogy Trump ezért nyúl bele ebbe a kérdésbe, vagy ez neki egy belső meggyőződésből fakad? Erről mit lehet tudni? Vagy az amerikaiakat ez egyáltalán érdekli? Ami nagyon érdekes egy mérés ezzel kapcsolatban, hogy a Trumpnak a szavazóinak a 45%-a, Biden szavazóinak pedig a 35%-a azt mondja, hogy számára az elnök választásnak a napján, tehát az, hogy melyik elnökre szavaz, meghatározó lesz, egyik legmeghatározó faktor, hogy milyen a álláspontja az adott elnöknek az abortussal kapcsolatban. Hát ez most külön, én azt gondolom egyébként, hogy Trumpnak egyébként még ez jó ismert a koronavírus helyzetet, azt nem a... hát a legalábbis a közelmi kutatások szerint nem a legjobban kezelte. És egyébként pedig egy klasszikus, olyan fogalmazok, egy klasszikusan olyan téma, ami általában a republikánusoknak kedvez, és a demokraták pedig nagyon félnek tőle. És ennek kampányokai vannak. A abortusz, mint hogyha az abortusznak a ügyét nézzük, tehát mint kampány téma, akkor azt kell látni, hogy az egyik oldal, ezt politikai elemzők, politikai kampánymenedzserek mindig szokták vizsgálni, az egyik oldal nagyon egyszerűen megfogható, és elvi álláspontú. Az életnek a védelme. A másik oldal viszont, és Biden is ezzel küzd, az összes demokrata ezzel küzd egyébként, hogy tulajdonképpen nagyon nehezen megragadható. Mert azt mondják, hogy ugye abban nincsen konszenzus, hogy pontosan milyen legyen az abortusz szabályozás. Van, aki azt mondja, hogy 12 hét, van, aki azt mondja, hogy 18 hét, van, aki azt mondja, hogy már ugye a magzat az gyermek, van, aki azt mondja, hogy nem. Harris például, akit választott magának alelnök jelöltnek, ő szélsőséges abortuszpárti. Tehát ez azt jelenti, hogy ő a harmadik trimeszterben is engedélyezni az abortusznak az elvégzését. Ez például sok demokrata párti szavazónak megint csak nem megfelelő. Tehát azt láthatjuk, hogy még az egyik oldalon, ez most nagyon egy kis ilyen sterilen, ilyen, hát ilyen tényleg csak ilyen politikailag értékelve egy könnyen megrakatott téma, a másik oldalon viszont sok nehézséget hoz. Fanny? Demokratáknál egyébként az is egy kicsit megvariálja a dolgot, hogy sok katolikus szavazó demokrata, viszont a katolikusok nagy része életpárti. Tehát minden is a demokraták zászlajukra tűzik az abortusz kérdését, ott lesz ez a dilemma, hogy mégis kiknek, melyik aktivista rétegnek kedvezzenek, mert hogyha a szélsőséges abortuszpártiaknak, akkor nagyon sok katolikus szavazót vesztenek, minimum passzívvá teszik őket a választások napjára, de lehet, hogy Trumpnak sikerül áthúdítania őket, ha megmutatja, hogy ebben a kérdésben sokkal kedvezőbb lépéseket tenne. Tehát Bidennek ezzel is kell számolnia, és igazából az, hogy hogyan áll az amerikai közvéleménye ez a kérdéshez, sajnos nagyon sokban függ attól is, hogy teszik föl neki a kérdést. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy
támogatja-e azt, hogy a nők egészsége érdekében tegyenek olyan lépéseket, ami sokkal megfelelőbbé, biztonságosabbá teszi nekik a terhességet, illetve az általában az ezzel kapcsolatos egészségügyi intézkedéseket, akkor csomó mindenki gyanúkan azt fogja mondani, hogy persze ezt miért ne támogatná, miközben ebbe beszuszakolják az abortuszt. És az életpárti oldal pedig rendszeresen azzal szokott előhozakodni, hogy támogatja-e a közvélemény az adófizetők pénzéből való abortuszok elvégzését, amire meg szintén ugye sokan, akár még demokraták is azt mondják, hogy hát lehet, hogy ezt már nem kéne, lehessen elvégezni, de ne adófizetői pénzből. Úgyhogy nagyon sokféle eredményt hoznak a közvéleménykutatások, de az biztos, hogy sokak számára ez döntő, tehát a szavazóknak valóban egy harmada, vagy akár még nagyobb százaléka is foglalkozik ezzel. Főleg úgy, hogy azért vannak olyan nagyon horrorisztikus szenáriók is most a egyes demokrata politikusok követeléseiben, amikor már megszületett abortusz maradékként, ugye ez egy nagyon csúnya kifejezés, de sajnos valóban az elvégzett abortusz eredményeként mégiscsak egy élő csecsemő jött világra, vagy pedig megszült egy anyuka egy életképtelennek ítélt, az orvosok által súlyosan fogyatékosnak, betegnek, sérültnek ítélt gyermeket, és ezekben az esetekben ott hagyhatják a gyermeket. Most ezt igazából azzal cáfolják, hogy ezért enni adnak neki, tesznek rá egy puha takarót, de nem látják el azokkal az extra egészségügyi intézkedésekkel, ami kellene annak a gyermeknek a túléléshez, ahogy egyébként egy balesetet szenvedett embert fölraknak lélegeztetőgépre, hordágyra tesznek és bevisznek a balesetibe, úgy ezekkel a gyerekekkel nem végzik el, ezeken a gyerekeken nem végzik el a kellő orvosi lépéseket, és sajnos így nagyon sokan elhaláloznak gyakorlatilag a szülők beleegyezésével sokszor, vagy az orvos nyomására eutanálják ezeket a babákat. Erre mondja azt a republikánus oldal, hogy tulajdonképpen már megszületett, míg a demokraták által is embernek vélt kis személyeket tesznek el így láb alól. Én Fanni nagyon érdekes témát hozott be egyébként a katolikus szavazó tábor, de most csak csatlakozva itt a végén, amiről a végén mesélt a Fanni nekünk, hát a stúdióban lehetett látni az arcomat ezzel kapcsolatban, hogy nem, tehát szinte nehéz is feldolgozni azt, ami Amerikában van ezzel a kérdéssel. Tehát az egy fontos dolog nekünk magyarok, amikor mi magyarok itt beszélgetünk erről a kérdésről, hogy Amerikában teljesen más dimenzióban működik ez. Tehát nálunk az egészen elképzelhetetlen lenne, hogy arról közéleti anomália alakuljon ki, hogy egy megszületett gyermeket azt magára lehet-e hagyni egy hideg kórházi ágyon. Hát Amerikában ez ma egy közéleti kérdés. Hát ez ellen pró, tehát mint pártolva érvelnek emberek, és nem csak érvelnek emberek, hanem ilyen embereket megválasztanak Amerikában politikusnak. Tehát az emberben ilyenkor, tényleg embert ilyenkor elkapja a tűz, és tényleg feltenném azt a kérdést, hogy mi különbség van e között, és aközött, amit még általános iskolában is borzalommal hallgatunk, és a történelem órán, amikor elkezdjük az ókort, elkezdjük tanulni a görögöket, és megjelenik Tajgetosz. Ezt egy általános iskolás Magyarországon ismeri ezt a történetet, és tudja, hogy mennyire borzalmas. És Amerikában ez a realitás. Tehát, hogy ez fontos, csak az, hogy mi hallgatóink magyar emberek, és azt gondolják, hogy olyan alapvetően, amikor erről beszélünk, akkor ugyanaz értelmezési keret. De nem. Ma az amerikai, egyik amerikai elnökjelölt, Joe Biden, és neki egyébként az amerikai elnöki székre nagyon is aspiráns, mert azért 78 éves Joe Bidenről beszélünk, alelnökjelöltje, az nyíltan kiáll emellett az intézmény mellett. Tehát ez valami, ez egészen sokkoló. A másik, amit a Fanni mondott, a katolikusoknak a kérdése, ez nagyon érdekes szerintem az amerikai politikában, mert ha megnézzünk egy 10, akár 20 évvel ezelőtti mérést ezzel kapcsolatban és ma, akkor tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogyha most ilyen közvéleménykutatási, tehát egy ilyen feldolgozási szempontot nézek, akkor nem igazán lehet összevetni ezeket a méréseket. Azért, mert önmagában a katolikus, mint szavazótábor, az teljesen megváltozott. Ugye a 20 évvel ezelőtt, egyébként nyilvánvalóan egy protestáns
a protestantizmus által átitatott országban a katolikus szavazótábor az ugyanúgy, főleg 30-40 évvel ezelőtt a fehér amerikai réteget fette le. Ugye már ez nagyon megváltozott. Egyébként ez egy jóval liberálisabb réteg volt a katolikusok között is, és nyilvánvalóan ugye a dél-amerikai, vagy főleg onnan érkező bevándorlással, ahol ugye túlnyomó többségben ugye katolikusok az emberek, egy teljesen más katolikus lelkületű tömeg jelent meg Amerikában, aki most már szavazni fog. Tehát Bidennek ez sem egyszerű. Ugye a demokratáknak szerintem soha nem egyszerű egyébként egy választás. És az az érdekes, hogy mondom, ebben különböző méréseket hozhatunk, igazából csak ilyen orientálnak, de nem bízhatunk meg bennük teljesen, de amerikai katolikusoknak nagyjából a 66%-a egyébként nem életpárti. Tehát, hogyha életpártiból kifejten azt vesszük, hogy elutasítja teljes egészében az abortusznak a intézményét, akkor azt mondjuk, hogy 66%-a nem az. Valamilyen kompromisszumra törekszik. És egyébként ennél alacsonyabb általánosságban a protestánsoknak ez a fajta kompromisszumos hajlama, és még alacsonyabb a kifejten evangéliumi közegekben lévő ilyen álláspont. Igen, ugye, ha arról beszélünk, hogy az elnökválasztásnak ez mennyire központi része, akkor már említette Fanni is, ugye, hogy akár a katolikusoknak dilemmát jelenthet ez, hogy ugyan a demokratákra szavaznának, de mégis itt van ez az abortusz kérdés. Mit lehet tudni, mennyire központi téma ez? Tehát azért egy átlag amerikai szavazó mi alapján dönt a két párt között legfőképpen? Tehát az abortusz itt hol helyezkedik el? Én azt szoktam mondani, most lehet, hogy egy kis öngyilkos akcióba kezdek azzal kapcsolatban, hogy általában 5 témát szoktak kiemelni, ami tényleg ilyen klasszikus amerikai közéleti téma. Ebben az 5 témán belül benne van az abortusz. Ugye emellett van ugye a fegyverviselésnek a szabályozása, ami tipikus, ami egy ilyen sokkal ilyen generálisabb téma, a állami és a szövetségi kompetenciáknak a kérdése. Ide tartozik, sőt, még nem is venném ide a melegházasságnak a kérdését, az eléggé le is csengett egyébként már Amerikában. Mindenféleképpen ide tartozik az adózás, sokkal komolyabb közéleti téma, mint nálunk. Viszont azt kell látni, hogy szerintem ez a önmagában a nyugati civilizációban erősödő tendencia, hogy ezek a tényleg klasszikus, mély, értékrendi kérdések, tehát amik nem adózási típusok, adóknak is van elvi relevanciája, de amik tényleg húsba vágó értékrendi kérdések, azok felerősödtek. Sokkal, sokkal többet vannak a közbeszédben, és sokkal nagyobb a súlyuk azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul egy választás. Amerikában szerintem most ezt látjuk, és amit még látunk, ami tipikus amerikai tendencia, hogy én éltem egy darabig Amerikában, és ott van egy fogalom, ez a moderate conservative. Ez a moderate, ez az ilyen középutas tulajdonképpen. És ezt sokáig ez volt, amikor valaki azt mondja magára, hogy konzervatívak, ezt hozzá kellett tennie kint Amerikában, vagy ha ezt nem tette hozzá, akkor elkezdték szélső jobb oldalinak gondolni. De hogyha oda tette a moderate-et, akkor mindenki értette, hogy hát igen, ő akkor azért liberális. De most a Trump az tulajdonképpen más nem csinált, mint ezzel szakított. Ő azt mondta, hogy nem kell moderate-nek lenni. Elég, hogyha az ember konzervatív. És a másik oldal is azt vette észre, hogy ez ellen az ő középutas demokrata politikája az nem működik. Tehát szitták össze-vissza Trumpot, és nyilvánvalóan voltak az elmúlt 4 évben veszteségek is a republikánus oldalon, de azért, hogyha megnézzük az elmúlt 4 évet, csak az elnökválasztás óta már különböző választásokkal, hát ez egy hatalmas siker a republikánusoknak, akárhogy nézem. És azt látjuk, hogy kiéleződött nagyon erősen most az új elnök választásra tényleg egy erős konzervatív, és azzal szemben pedig egy nagyon szélsőséges liberális álláspont, és ebben csúcsosodott ki egyébként most ez az abortusz kérdés is. Fanni? Nagyon érdekes az, amit Áron mond, mert én is azt látom, hogy az erkölcsi kérdések egyre nagyobb szerepet kapnak, és az emberek néha képesek a gazdasági érdekeiket is felülírva ementén dönteni. És ennek van még egy vetülete igazából a nők szempontjából, és általában az egyenjogúsági küzdelmek és identitáspolitika szempontjából, hogy az egész kap egy
a feminista, és azon belül is mindenféle genderjogi aktivista élt. Tehát nem csak arról van szó, hogy dönthetnek-e emberek arról, hogy megszületik-e a gyerekük, hanem kifejezetten a nők, akiknek el van nyomva már évszázadok óta, mert olyan a társadalmi szisztéma a helyzete, és úgy érzik, hogy nem kapnak elég jogot és teret, ők ebben látják az egyik kibontakozást, ami igazából szintén nem ma kezdődött, tehát ez a küzdelem már a 60-as évek végén, 70-es évek elején előjött. Erről is született egyébként sorozat, a Mrs. America címen. Meglepően objektív az utolsó két részig, és utána szinte dilettáns módon egyáltalán nem profin elkezdi a konzervatív oldalt lehúzni és megdicsőíteni a liberális, nőjogi, melegjogi, abortuszjogi aktivista tábort. De előjön az, hogy igazából már ott is voltak a konzervatív háziasszonyok, akik úgy érezték, hogy veszélyeztetve lesz a helyzetük, hogyha itt csak az egyedülálló, feminista, biszexuális, transzexuális egyéb embereknek a jogai kerülnek előtérbe, hiszen ezek a szabályozások érintik a közéletet, azt, hogy milyen nevelést kapnak a gyerekek az iskolákban, azt, hogy milyen példák vannak előttük, hogy a családok mennyire tudnak egyben maradni, milyen támogatást kap az államtól egy család arra, hogy mondjuk az anyuka otthon maradhasson, és ő nevelhesse a gyerekeit, vagy mennyire van lesznek rákényszerítve arra, hogy elmenjen is különböző állampolgárai kötelességeinek eleget tegyen, dolgozzon, akár bevonuljon katonának, ilyesmitől is féltek azért a konzervatív nők, hogyha itt nagy egyenjogúság tör be, akkor ez is realitás, mert miért ne, hogyha teljesen egyenjogúnak nézzük a férfiakat és a nőket. Úgyhogy igazából ez egy alkotmánymódosítási kísérlet, egy alkotmány kiterjesztési, kiegészítési kísérlet, az Equal Rights Amendment, ami még mindig nyomnak, még mindig próbálják megszerezni hozzá a kellő támogatottságot amerikai szinten, szövetségi szinten, és ez is gyakorlatilag egy kérdés ennek, hiszen az abortusz nagyon erősen zászlajára van tűzve ennek a nőjogi aktivizmusnak. Szerintem az nagyon fontos, ahova most a Fanni tulajdonképpen teljesen természetesen kiukadt, és ez pedig az, hogy ezek csomagba jönnek mindig az amerikai politikában, a liberális oldalról ezek a kérdések. Tehát soha nem arról van szó, hogy kizárólag abortuszról van szó, vagy egy adott ilyen identitáspolitikai közösség, az kizárólag az abortuszról alkotna véleményt, hanem mindig egy ilyen identitáspolitikai csomagot tesz közzé. Ebben mindig benne van az abortusznak a kérdése, tehát az, hogy nem lehet valaki életpárti. Benne van az, hogy támogatnia kell a transzgendert, főleg egyébként akár a gyermekeknek az átoperálását. Benne van mindig a melegházasságnak a kérdése, benne van mindig a feminizmusnak a kérdése. Tehát azt kell, én úgy szoktam általában erről ezt szemléltetni, hogy ma Amerikában készítenek igazából a liberális oldalon bizonyosan identitáspolitikai kis csomagokat, és ezeket lehet megvenni. Ezekből most már azt lehet látni, hogy azért ezek is egyre szélsőségesebben liberális csomagok, de tulajdonképpen, hogyha ezt megveszi az ember, akkor megkapja vele azt, hogy tartozhat vele, kivéve, hogyha fehér ember és keresztény, de egyébként tud tartozni vele egy nagy közösséghez úgy, hogy ő valójában egy kis közösségnek a tagja. Az identitás politika az nem más, mint hogy azt mondja, hogy van a fehér többségi társadalom, ez általában keresztény és heteroszexuális, ez adja a magját mondjuk Amerikának, és ezzel szemben vannak elnyomott kisebbségi csoportok. Tehát, hogyha ez nem egy jobboldali ilyen puffogtatás, amikor erre valaki azt mondja, hogy ez alapvetően a marxizmusra épül. Tehát ez nem egy ilyen lebutítása a témának, hanem tényleg, hogyha megnézzük, a logikája egyébként a kettőnek ugyanaz. Tehát van egy elnyomó többség, aki egyébként, mint ugye a tőkés réteg Marxnál, tehát ugye nem is saját jogon szerezte az ő jogait és az ő elsőbségét, és ezzel szemben vannak kis csoportok, akiket elnyomnak. Ilyen kis csoport például ugye tehát az LMBTQ közösségek, tehát ugye jelentsen ez bármelyiket is egyébként a mozaik szóból. Ilyen ugyanúgy ugye a feketéknek a kérdése, tehát a Black Lives Matter mozgalom, amiben egyébként hozzá kell tenni, hogy van egyébként sok igazság egyébként. Nem a mozgalomban, de abban, hogy tényleg egyébként, tehát azért ez egy volt rabszolgatartó ország, és ez tényleg így van.
ugyanígy mindig felmerül ugyan nőknek a kérdése, aminek tényleg vannak ugyanúgy történelmi okai. Tehát azért ez mindig fontos, hogy konzervatív emberként ezt nem lehet csak úgy lesöpörni egyébként, hogyha a nőkkel kapcsolatban csak megnézzük a MeToo mozgalmat, én sose voltam azon az oldalon, aki azt mondta volna, hogy ez tulajdonképpen valami ilyen női hisztéria. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Az, hogy ezzel visszajöttek emberek, az egyébként így van, és láttuk pont a életpárti új szövetségi bírónál, Kavanaugh-nak az esetében. Igen. De ettől függetlenül, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés volt, és csak arra akarom az egészet kiegyezni, hogy lássuk, hogy ezek mindig csomagban jönnek, ezek a kérdések, és ez identitáspolitikát szül Amerikában, és azt tüzeli. Ha már szóba hozta Black Lives Matter-t, akkor ugye lehet hallani azt, hogy a fekete életek számítanak, és láttam már olyan szlogent is, hogy a fekete meg nem született életek is számítanak, és ezt egy ilyen abortusz klinika elé festették föl, azt hiszem, a járdára. Mennyire lehet megfogni ezt a mozgalmat egy ilyen üzenettel? Ha megengeditek, akkor csak nagyon gyorsan, pont mielőtt beültem a stúdióba, előtte felmentem Instagramra, és akkor láttam, hogy ennek a Instagram oldalát, ennek a mozgalomnak, ezt egyébként pont most leszették a Instagram, letörölte mindenfajta értesítés nélkül. Tehát, hogyha nézők szeretnének ezzel kapcsolatban informálni az Instagramon, vagy a Facebookon, akkor már nem tehetik meg, mert ezt cenzúrázta a Facebook. Ez egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, és akkor így nézzük meg azt, hogy mondjuk, hogyha ez egy amerikai elnökválasztásnak egy rendkívül fontos közéleti kérdése, akkor nézzük meg, hogy mennyire lesz kiegyensúlyozott a verseny majd, úgyhogy tudjuk, hogy ezek a portálok, mint Facebook, Instagram, stb. Ezek mennyire komolyan befolyásolják a közvéleményt. Fanni, kevés az időnk már sajnos, de akkor még hadd maradjak itt a fekete témánál. Úgy tudom, hogy a Planned Parenthood esetében is gyakran, vagy gyakori vendégek voltak fekete hölgyek, vagy áldozatok voltak fekete gyermekek. Ezt valóban így van? Igen, maga a Planned Parenthood is hirdeti, csak ő megpróbálja pozitív éllel azt a tényt, hogy a pácienseinek fele, közel fele, több mint a fele, ez LTR államonként színes bőrű, tehát ők nyújtanak ilyen szolgáltatást nehéz sorban lévő, hátrányos helyzetű, elnyomott fekete hölgyeknek is. Igazából a tanácsadások során előjön az, erről vallanak személyes beszámolók, hogy próbálják őket erre serkenteni. Sokkal jobb, hogyha elveti ezt a gyereket, hiszen nem lenne teljes élete annak a gyermeknek, neki sem, mert mindentől fogva nem tudna rendesen dolgozni. Ugye nagyon sokszor egyedülálló, rendezetlen hátterű hölgyek jönnek ilyen problémával, és egyértelműen az abortuszt és nem az örökbefogadást, nem a gyermek megszülését és utána az ebben való akár pszichés, akár financiális segítséget ajánlják nekik, hanem az abortuszt. És ilyen módon felmerül a kérdés, hogy ki az, aki igazából a feketék ellen tör, sőt, aki gyilkolja a feketéket, és hatalmas priusza van ilyen szempontból, ez pont a demokrata oldal és a Planned Parenthood támogatása, hiszen ők azok, akik a legtöbb feketét elteszik lábalól ezekkel az abortuszokkal. Ilyenkor hogy nem merül föl bennük, hogyha annyira kedvelik, védik ezt a társadalmi csoportot, szeretnék az egyenjogúságukat segíteni, akkor miért nem adnak lehetőséget nekik, hogy normális család életet éljenek, fel tudják nevelni a gyerekeiket, és miért vannak úgy vele, hogy hát így is nehéz sorban van, minek nyomjunk rá még egy ilyen terhet, mint a gyermekvállalás. Úgyhogy abszolút felmerül ez a kérdés, és igazából a korábbi főként demokrata, de sajnos részben republikánus elnököknél is felmerült, hogy voltak a feketéknél sterilizációs programok. Ezek körülbelül ilyen 180-90 éves történetek, de megdöbbenti az embert, hogyha kicsit belássa magát ebbe, hogy igenis a feketéknek a szaporodását mindenféle módon igyekeztek az elnökök visszaszorítani. A sterilizáció is megdöbbentő és horrorisztikus, és az abortusz hasonlóképp, hiszen ott meg konkrétan gyilkosság történik. Tehát igenis ez is a fekete jogi aktivizmus része kellene, hogy legyen, hogyha egyébként az ő életükért küzdünk, akkor a már megfogant életekért is szükséges lenne. És csak egyetlen egy mondat ezzel kapcsolatban, hogy sose felejtsük el egyébként, hogy a demokrata párt volt a rabszolgatartó párt egyébként, nem a republikánus. A republikánus volt egyébként, ami kifejezetten a rabszolgaságnak az eltörlésért küzdött. Tehát a ma, amit látunk, hogy a demokrata párt állítja be magát, mint aki mindig is egyébként a fekete jogi aktivizmusnak volt
tehát aki a zászlós hajóját ennek ezt vitte és kormányozta, ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez a republikánus párt volt. Na és érkezett egy hallgatói kérdés, ezt gyorsan felolvasom így a végére, és kérlek, hogy kérem önt is, és a Fannit is, hogy kommentálja. Amerikában, ahol az emberi jogok, szabadságjogok már régóta kiemelten fontosak, a magzatkori emberek miért nem illetik meg azok a jogok, emberi jogok, például az élethez való jog? Ezt magyar példával szemléltetném. Ma Magyarországon, amikor az ember jogi egyetemet végeztem, jogi egyetemen tanul az abortusznak a kérdéséről, akkor a következőt mondják el neki. Ezt az ELTE AIK-án, az alkotmányjogi tanszéken. Nyilvánvalóan egyébként kifejezetten, tehát TASZ, Helsinki Bizottság, stb., tehát kifejezetten abortuszpárti közegben és NGO-kban mozgó alkotmányjogászok teszik ezt az oktatást, ezt hozzá kell tenni. Azt mondják, hogy az abortusz kérdés jogilag következőről szól. Van egy, az anyának az önrendelkezési joga, tehát az, hogy az önmagának a testéről rendelkezhet, és ezzel szemben nem a magzatnak az élethez való joga áll ezzel szemben, és akkor ugye ennek a két jognak a szembeállásából jön neki valami, hanem ezzel szemben tulajdonképpen a magzatnak, mint nagyon fontos, mint potenciális embernek, tehát nem embernek, hanem csak potenciális embernek a védelme áll, ami egy állami kötelezettség, itt a potenciális életet védenie. És ennek az a lényege, hogy ez a kettő jog, ezt úgy szoktuk hívni, hogy relatív szerkezetű jogok. Ez azt jelenti, hogy ha relatív szerkezetű jogok találkoznak egymással, ilyen előfordul, akkor valamilyen, mondjuk úgy, hogy valamilyen alkotmányos kompromisszumra kell jutni. Ez azért nagyon fontos, hogy ők ezt így keretezik, és ez a jogi minősítése, mert hogyha az olvasói kérdést veszük alapul, és azt mondanánk, hogy a magzat az ember, akkor viszont megilletné az élethez való jog. Az élethez való jogot pedig úgy hívjuk, hogy abszolút szerkezeti jog. Ha ő találkozik bármilyen más joggal, annak meg kell hátrálnia. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mit oktatnak az egyetemen, az, hogy ma például az ELTE AIK-án még csak el sem mondják ezt a teljesen tudományos alapú, nagy szakirodalommal rendelkező narratívet, hanem kizárólag egyébként Magyarországon úgy képzik a jogászokat, hogy kizárólag, mint valami bibliai igazság, úgy oktatják azt, hogy ez ugyanmi relatív szerkezeti jog, ami a magzatot megilleti, mert ő nem ember. Na, ez az oka egyébként, és ez ugyanúgy ez az oka Amerikában is, és mindenhol máshol. Fanni? Igazából ez egy nagyon önkényes és kegyetlen játék azzal, hogy mikor kezelünk valakit embernek, és mikor mondjuk azt, hogy ő már feláldozható, őt nem tekintjük az emberi jogoknak, ennek az egész küzdelemnek, a társadalmaink vívmányainak egy értékes részesének, mert hát így húzogathatjuk a trimestereken belül, a terhesség különböző szakaszain belül a vonalat, hogy pontosan honnantól számít valaki embernek, igen, ott már azért csak az anya életének a veszélyeztetése, esetleg a magzat esetleges fogyatékai lehetnek okok, előtte még egyéb, bármilyen lelki, financiális egyéb gondok is indokolhatják a gyermek elvetését. Igazából az egész teljesen önkényes, és főleg amikor a szülés beindulásáig, akár a beindulásával is lehet abortuszt elvégezni, ott meg végképp arról van szó, és erről születnek amúgy életpárti aktivistáknak nagyon szemléletes videói, hogy gyakorlatilag egy csőben húzogatjuk a gyereket, hogy a cső elején még nem ember, de ahogy már kint van a feje, ott már igen, és akkor azt mondhatjuk, hogy ott gyilkosság, hogyha valami történik vele, de hogyha az anya méhében veszik még el, bármilyen kegyetlen beavatkozással, akkor az nem büntető jogi kategória, nem történt gyilkosság. Ez igazából az embereknek egy teljesen önkényes istenjátszása, és azt mondják, hogy ők tudják eldönteni, hogy valaki mikortól ember, pedig nem mi teremtjük az embert. A gyermekek nemzésével nyilván hozzájárulunk, de az, hogy ott tényleg élet fogan, hogy egyáltalán élet pesdül itt a Földön, azt nem tudjuk magunknak tulajdonítani, és ilyen módon definiálni is elég rizikós vállalkozás. Még egy utolsó reakcióra esetleg van időnk, de akkor megköszönöm dr. Girószász Áronnak, miniszterelnöki megbízottnak, az Axioma alapítójának, hogy a vendégünk volt itt a stúdióban, és Hurjányi Fanninak, a Matthias Corvinus Kollégium kutatási vezetőjének, hogy telefon.